A Minnesota Twins játékosa Brian Dozier a baseball egyik új csillaga. Második Major League-beli szereplései alapján a statisztikák élvonalába került a Twins legjobbjai között. Éjjátékosnak lenni nagyszerű dolog. Persze sok nyomást kell elhordozni, de én élvezem. Az én feladatom, hogy elérjem a bázisokat, hogy megadjam az alaphangot. Ő az a szikra, amely belobbantja a Twins védő játékosait, vagyis megerősíti a belső mező védelmi vonalát. Ennek ellenére Brian számára a fizikai dolgok csak a fundamentumok után következnek. Azt mondják rólam, maradi vagyok. De nekem bejön. Az, hogy bekerültem a Twinsbe, nagy áldás számomra, mert ez a csapat megfelelő stratégiával koncentrál az eredményekre. Egyszerűen jól csinálják a dolgokat. Brian a hitében is ragaszkodik az alapokhoz. Minden hírnév és szakmai fejlődés mellett Brian saját bevallása szerint legalább ennyit kap hitén keresztül. A Twitteren szereplő önéletrajzomban így fogalmaztam. Keresztény, aki mellékállásban baseball játékos. Tényleg nagyszerű a sportolói munkám egy álomvált valóra általa, de ugyanakkor nem ez az igazi valóm. Nem ez vagyok alapjáraton. Az igazi feladatom, hogy keresztény legyek, olyan fickó, akinek Isten akar látni. Életemnek ez a fókuszpontja. A meccsek előtt azért imádkozom, hogy meglássák, hogy Krisztus él bennem. Beszéltünk a keresztény alapokról, melyek a lényeges pontok, amikhez ragaszkodsz? Megdicsőíteni őt, és az életben az igazán lényeges dolgokra figyelni. De a legnagyobb életcélom, hogy a mennyei atyát dicsőítsem. Még a nehéz időszakokban is. Erre a nagy célra nézve sikerült túljutnia a karrierjében történt súlyos visszaesésen. 2011-ben a Twins minor ligájában ő volt az év játékosa. 6 hónappal később Brian shortstopként küzdelmes időket élt át, pedig ez volt az a poszt, amit gimnázium óta játszott. Alsóbb osztályba került, így a 2012-es évadot is a minorben zárta. Olyan volt, mint egy hullámvasút, támadás, védekezés. Folyton azt hallani, hogy elég kemény szívem van, hogy bekerüljek a majorbe. Kemény volt, de igaz. Ha az nem lenne elég, hogy nem sikerült bekerülnie a majorbe, Bryant pozícióváltásra kérték meg a csapat érdekében. Ebben nem csak hogy helyt állt, de meg is mentette a csapatot. Rekordot állított fel home run ütésből, illetve ő követte el a legkevesebb hibát második bázisvédőként. Azt mondták, csak a második bázisvédőként tudnak alkalmazni. Úgy álltam hozzá, hogy kihasználok minden lehetőséget a tanulásra, hogy a legjobbat hozhassam ki magamból. Amikor már kezdtem kényelmesen érezni magam az új pozícióban, jöttek az eredmények. 2013-ban jött az áttörés. A Twinsnél hazafutásból, pontot érő ütésekből és futópontokból is vezető pozícióba került. A belső mező biztos pontja lett, újra tanulva néhány lábtechnikát második bázis emberként a jól időzített dupla kiejtés mesterévé vált. Tavasszal edzések százain vettem részt, hogy meg tudjam csinálni. Shortstopként mindent láttam magam előtt. Második bázis emberként a futó gyakran a becsúszásaival kiütötte a lábamat. Figyelnem kellett a leterítésekre. Nem láttam mindent. Párhuzamot lehet vonni a keresztény élettel. Soha nem tudni, mi vár rád, de ha jól be vagy gyökerezve, ha jó az alapozás, sikereid lesznek. Így a játékot is sokkal könnyebb keresztényként, az Úrral való kapcsolattal a háttérben játszani. A játékosokra nehezedő teljesítménykényszer nyomása már egy-egy csapat területére érve is érződik. Akármi legyen is a nap végén az eredményjelzőn, én aznap nem emiatt töltöttem magamra a felszerelésemet. A kamera persze azt keresi, hogyan dobsz, mit mondasz, de nekem az a fontos, hogy mások meglássák az életemen keresztül Krisztust. Ezt az erős meggyőződését demonstrálta feleségével, Nikével együtt egy nikaraguai missziós úttal. Segítettek tiszta vízhez juttatni egy helyi kis közösséget. Életemnek ez volt a legjobb élménye. Sorsfordító volt látni azt, hogy mennyi ember küzd alapvető nehézségekkel, mégis mennyire boldogok tudnak lenni. Segítettünk kiépíteni egy vízvezetékrendszert. Ezeknek az embereknek az Istennel való kapcsolata fantasztikus. Igaz, hogy piszkos vizet isznak. Napi kevesebb, mint $1 élnek. De mégis annyira erős keresztények. Brian Dozier meghatározó második bázis ember, aki a Major League-nál messzebb menő célokat tűzött ki. Hogy érte éljem az életem, ne valaki másért.
Nap mint nap úgy járjak, hogy őt próbáljam szolgálni. Szeretnék másokat megérinteni, hogy ők is tanítványukká váljanak. Ez a küldetésem. Isten azt akarja, hogy emberhalászok legyünk.